COVID-19. Tetőzik a harmadik hullám. Online műhely munkák. Szakmai képzésre invitálják az Éltető Egyesület tagságát. Tavaszi takarítás. Szemétszedési akció Pulán. Fiatalok a vidékért. Kérdőíves felmérés a köszi kezdeményezésére. Köszöntöm nézőinket, Antal Mónika vagyok. A Zóna Televízió legfrissebb híreivel jelentkezünk. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábelszolgáltató digitális rendszerén, több mint 32 településen. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, valamint Sümeg és térsége eseményeiről készítettük híranyagainkat. Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatása alapján elmondható, a fertőzöttek száma mérséklődött, ugyanakkor a kórházban kezeltek száma meglehetősen magas. Úgy fogalmazott, versenyfutás folyik az átoltottság mértéke és a vírus terjedési sebessége között. A járvány harmadik hulláma ezekben a napokban tetőzik Magyarországon. Szakmai műhelymunkákat bonyolít a közeljövőben az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület tagjainak aktív közreműködésével, tekintettel a jelenlegi helyzetre online módon. Két jelentős területen szükséges a megerősítés és a szakmai segítség. Egyrészt a szálláshelyek, épített és természeti örökségi értékek és egyéb kínálatok fejlesztése, összehangolása terén, másrészt a szervezeti és közösségi kommunikáció tekintetében. Az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület tagjai megszokhatták, hogy a civil szervezet égisze alatt számos alkalommal nyílott már lehetőség a közös szakmai továbbképzésekre. Jelenleg közösségi szinten személyesen ez nem valósulhat meg, ám most sem maradnak a tagok elméleti segítség nélkül. Az online műhelymunkák a vállalkozások fejlesztésére irányulnak egy sikeres térségek közötti LEADER projekt révén. Viszont online térbe költöztettük át ezeket a műhelymunkákat. A megtartott műhelymunka mellett még 3 műhelymunkát tartunk, és körülbelül olyan 10-15 térségi vállalkozót várunk. Ebben a projektben, ahogy a projekt címe is mondja, vállalkozókosan a vállalkozók szakmai kapacitás fejlesztését célozzuk meg, hogy kicsit segítsük őket a piacon. Ez most egy nagyon aktuális téma, főleg így a járványhelyzetből adódóan. A mostani műhelymunkák az a turisztikára irányulnak, ami ezen belül pedig még inkább meghatározó, hiszen elmondhatjuk, hogy az elmúlt egy évben nagyon sok minden változott itt a Balaton térségében, hiszen itt a téli tavaszi időszakban be voltunk zárkozva. Szerintem mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kicsit beszéljünk, fellendüljünk, és hogyan nyissuk ezt a nyári időszakot. Az elmúlt hónapok során kihívást jelentett a vállalkozók számára az online lehetőségek kiaknázása. Mindez az újraindításhoz is szükséges, tehát egyfajta megerősítést és felzárkóztatást kínálnak a műhelymunkák előadói. Műhelymunkákon belül 2 szakmai előadót hívtunk meg, Fülöp Júliát, ő a turisztikai termékfejlesztést segíti a vállalkozókat abban, hogy közösen hozzunk létre különböző turisztikai csomagokat a térségben, és ezeket népszerűsítsük. A másik előadónk, Pálos Ildikó, pedig a szervezeti kommunikációt fogja segíteni. Én úgy gondolom, hogy ez is meghatározó, hiszen itt vagyunk egy online térben, nagyon fontos az, hogy a vállalkozók hatékonyan tudjanak kommunikálni, és segítsük egymást. A jó és hatékony kommunikáció fontossága minden területen utolérhető, így természetesen a vállalkozások működtetése során is. Akik regisztráltak, nagy várakozással tekintenek a lehetőség elé. Szerintem nagyon fontos, főleg most a mostani időszakban, hogy bármi hasznos tanáccsal, információval, segítséggel segítse a magyar vendéglátó szektort, mert pengélyen táncolunk, ugye bízunk abban, hogy lassan nyithatunk, és ebben bármilyenféle segítséget szívesen veszünk. Ma reggeli folyóiratokban a Tákor és az Evergest felmérés alapján 3 emberből 2 a Balaton tervezi idén nyáron, úgyhogy nagyon erős szezonnak vagy nézünk előjében. Úgyhogy szerintem biztos hasznos lesz ez az előadás, ugye
turisztikai szakember, jön még egyszer ezt a szót használom. Nem szabad elfelejteni azt, hogy 2009 és 19 között mennyit fejlődött mondjuk ez a térség is. Balatonfelvidék hatalmas nagy változáson ment keresztül, és ezt elsősorban a magyar turisztikai szakembereknek köszönhetjük, úgyhogy szerintem biztos hasznos lesz az a délutáni beszélgetés. A szervezett alkalmak közül egy már megvalósult, további lehetőségekkel pedig április hónap végén találkozhatnak az Éltető Egyesület tagjai. A Nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület keres olyan 18 és 30 év közötti fiatalokat, akik szívesen végeznének önkéntes munkát külföldön. A program előnye, hogy a kiutazóknak a szervezet biztosítja a szállást és az étkezést, a jelentkezőknek csak az úti költséget kell előteremteniük. A Nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület 16 éve küld a világba magyar fiatalokat és fogad a világból fiatalokat Nagyvázsonyba. A szervezetnek az idei évben is van lehetősége a környékből a 18 és 30 év közötti fiatalokat a nemzetközi önkéntes program keretében külföldre küldeni. Olyan fiatalok, akik éppen útkeresésben vannak, nem dolgoznak és nem tanulnak, három lehetőség adódik. Az egyik az Kézdivásárhelyen, Erdélyben, ott környezetvédelmi programban lehet segíteni az önkénteseknek. A másik program az Berlinben, Németországban, az az idei évben az önkéntesség európai fővárosa Berlin, és ott lehet iskolákban, óvodában segíteni az önkénteseknek egy éven keresztül, és a harmadik lehetőség pedig Dél-Amerikában, Francia Guyanában lehet menni, vidékfejlesztéssel és kommunikációval foglalkozik az az önkéntes, aki ide szeretne jutni. Az Európai Unió támogatásával valósul ez meg, az Európai Szolidaritási Testület program támogatásával. Ez a családnak nem kerül költségében. Az utazását fizeti az önkéntesnek ez a program, a szállását, az étkezését és még zseppénzt is kap az önkéntes. Az önkéntesek családi házakban vannak elhelyezve, 3-4 fő kap egy családi házat, ahol magukra főznek, takarítanak, tehát önellátóak lehetnek ezen időszakban. Így nem csak a munka tud újdonságot adni a kiutazóknak, hanem a nap 24 órájában találkoznak újdonságokkal és élményekkel. Ennek a programnak az a célja, hogy egy más kultúrát megismerjenek, egy más környezetben töltsenek egy évet az életükből ezekben az esetekben, és hogy gazdagodjanak akár egy nyelvvel, egy újabb kultúrával, vagy egy újabb szakmai gyakorlattal, amiből lehet, hogy később munkahelyük lesz. Aki úgy gondolja, hogy belevág egy ilyen kalandba, vagy több információra van szüksége a programmal kapcsolatban, az keresse fel a szervezet honlapját. Egy maroknyi ember is sokat tehet a környezetéért. Ezzel a gondolattal fejezte ki Szenger István Bálint, pulai polgármester a település közösségi oldalán, a szemétszedő akcióban résztvevők munkáját. A tavaszi rendrakásra szép számmal jelentkeztek a helyben élők közül, természetesen ügyelve a járványügyi rendelkezések betartására. Ilyenkor tavasszal, amikor kibújnak az első rügyek és még nem borul teljesen zöldbe a táj, láthatóak a felelőtlen szemetelők termékei az utak mentén. Alumínium dobozok, nejlonok és meg annyi válogatatlan szemét ágakra felakadva. Felmerülhet a kérdés, miért szedjük össze azt, amit más holnap ugyanúgy kidob majd az autója ablakán. Erre frappánsan felelt az egyik akcióban résztvevő. Szerettem volna példát mutatni a fiam számára is, meg mindenki másnak is, sőt, még az autósoknak is, akik itt elhaladnak, mert nyilván látják, hogy nem a közútkezelőnek dolgozunk, hanem magunk csináljuk a saját magunk javára. Pula lakossága döntött. Háborgás helyett cselekvéssel tesz a környezetéért. A falun áthaladó 77-es főút a legforgalmasabb, így a legtöbb szemét itt halmozódik fel, de Ajka irányába is szokott indulni egy helyi csoport ezeken a megmozdulásokon. A szervezők így ezekre a szakaszokra koncentráltak. Az akció reggel 8-kor indult, mi 11 órakor érkeztünk meg a helyszínre, ahol vidám hangulatban zajlott a munka utolsó szakasza. Segítségképpen az utóbbi években most már a Magyar Közútkezelőnek a támogatását elnyertük. Ők zsákkal, kesztyűvel, a mellénnyel segítenek minket, és még el is viszik általában az összegyűjtött hulladékot.
Hát ezt a számítszedési akciót most már több mint 10 éve minden tavasszal megrendezzük. Hát most körülbelül én úgy számolom, egy ilyen 20-25 zsák szemét várható ezen a két útszakaszon. Tavaly évben kimaradt a vírus helyzet miatt egy kicsit jobban féltünk a megrendezni, és akkor elmaradt, de nem tapasztaljuk, hogy növekedett volna a szemét mennyisége. A településen járva rendet és tisztaságot látni, pedig 2019 óta egyre többször megfordulnak erre kiránduló családok, hogy megpihenjenek a felújított kráterkőparknál, valamint népszerű turista utak haladnak át a falun, a Tálodi forrás felé, vagy épp a Lúgostetői kilátóhoz. A Fiatalok a vidékért, a vidék a fiatalokért címmel kérdőíves véleménykérést indított el a KÖSZI, vagyis a Közép-Dunántúli Szövetség az ifjúságért. Arra buzdítják a fiatalokat, mondják el véleményüket az őket foglalkoztató helyi témákról, s mindez jó alapot teremt a fiatalok megtartását célzó stratégia megalkotásához. A KÖSZI kezdeményezésére már a korábbi években is volt példa arra, hogy kérdőíves felmérést készítsenek egy-egy téma kapcsán. Ezúttal is a fiatalokat szólítják meg. És az a célunk, hogy minél több fiatal mondjon véleményt, töltsön ki egy kérdőívet, ami alapján mi közösen végig tudjuk gondolni, hogy a következő EU-s időszakban milyen stratégiai célokat kell kitűzzünk ahhoz, hogy ők jól érezzék magukat itt a vidéki településeken. Március 16-án indítottuk el a kérdőívet, azt tűztük ki célul, hogy mintegy 600 kérdőívet legalább ki tudjuk, tehát 600 fiatalt meg tudjunk szólítani, a mai nap reggelén 338 kitöltött kérdőívünk van. Az a nagy szerencse, tudtuk meg, hogy olyan fiatalok segítenek, akik már megélték, megtapasztalták ennek a hozadékait. Komoly felkészítést szerveztek annak érdekében, hogyan szólítsák meg ezt a korosztályt, s ők maguk készítették el az elemzéseket is. Óriási eredménye volt a 7 évvel ezelőttinek, hiszen teljesen egyértelműen az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület stratégiájában megjelent önállóan stratégiai célként a fiatalok megtartása, letelepedésük segítése, és ehhez is írtak ki pályázatokat már. A környező településeken a művelődés szervezők is besegítenek ebbe a munkába, így Halimbán is javában tart a kérdőívek kitöltése. A Közép-Dunántúli Szövetség az ifjúságért kezdeményezésének nagyon örültünk, hiszen egy komplex képet kapunk a térségben élő fiatalok életkörülményeiről, terveiről, településfejlesztési elképzelésükről. Még fontosabb, hogy helyi szinten mit tudunk tenni értük. Ennek első lépése, hogy megkérdezzük őket, lehetőséget biztosítsunk arra, akár most kérdőíves módszerrel, hogy elmondhassák véleményüket, hogy miért szeretnek itt Halimbán élni, mint kellene változtatni, hogy fiatalonként jobb életet élhessenek itt, jobban érezzék magukat kis közösségünkben. Az is fontos, hogy a kérdőíves módszer feldolgozásának végeredményét a falu vezetősége is megismerje, közös összeterésre buzdítsa a szereplőket, elérve azt, hogy véleményünk révén megoldások szülessenek a felmerülő problémákra, és elinduljon egy párbeszéd az itt élő fiatalok elképzeléseiről, jövőjéről. A fiatalok tehát nagy munkában vannak. A szakemberek pedig alig várják, hogy elemezhessék a felvetéseket, majd pedig kamatoztathassák mindazt, amit a legaktívabb korosztály megfogalmaz. Nekem ami most nagyon tetszik, hogy azért a legtöbb fiatalunk azt írja, hogy szeret itt élni. Ez nagyon-nagyon jó, ez nagyon pozitív. Egyébként általában igen, a közösségi szintereket igénylik. De hogy a mostani kérdői eredménye pontosan mi lesz, ezt majd csak a végén fogjuk megtudni. Én igazán most azt szeretném kérni itt a tévén keresztül is, hogy minél több fiatal töltse ezt ki, minél többnek legyen ott a véleménye, mi arránál inkább tudunk olyan irányba dolgozni és irányítani a stratégiát, ami nekik remélhetőleg tetszeni fog, és valóban jól tudják majd érezni itt magukat. A kérdőívek kitöltésére április 30-áig van lehetőség, és különböző nyereményjátékokkal is motiválják a résztvevőket. Csabrendeken a Magyar Költészet Napját a könyvtárosok a közösségi oldalon hirdették meg. Arra kérték a településen élő kicsiket és nagyokat, hogy egy verset szavaljanak el ez alkalomból, rögzítsék és küldjék el a szervezőknek. A szavalatokat pedig közreadják, és általuk is megmutatják a költészet szépségét és erejét.
Nagy László, 20 évet betöltve. Országút porával érkeztem a házhoz, ordasan leültem anyám asztalához. Fehér országúton csak a szedre tettem, magas déli fényben attól émelyektem. Április 11-én vasárnap ünnepeltük a Magyar Költészet napját, melynek keretében csabrendeken a programszervezők úgy gondolták, ha már nem jöhetnek össze személyesen, egy netes fórumon hozzák össze a verskedvelőket. Molnár Ildikó, a program kitalálója, az Zóna Televíziónak elmondta, kicsiket és nagyokat egyaránt megszólítottak, hogy kedvenc versüket vegyék fel és küldjék el a szervezőknek, hogy így tegyék közösségi élménnyé a költészetet e jeles napon. Mentovics Éva, apró hernyó álma. Apró hernyó arra gondolt, jó volna, ha szállna. Szomorú, mert nincsen szárnya, csak ezernyi lába. Örömünkre szolgált, hogy a felhívásunkra nagyon sok videó érkezett. A közösséget mindenképpen az építés sokkal közelebb hozza egyhoz az embereket, hogyha ha magunk közösen veszünk részt, és magunk adjuk hozzá az előadásunkat az adott alkalomhoz. Így úgy gondoltuk, hogy sokkal meghatóbb lesz, és sokkal szívhez szólóbb lesz, hogyha egy kis gyermekverset, vagy éppen egy felnőtt komoly gondolatokat hallunk amatőr előadóktól. A szervezők nem kötötték meg, hogy mely költő alkotását mondják el a verskedvelők, a lényeg, hogy szívből jöjjön. Volt, aki zenével és képekkel is illusztrálta a versét. A Bóté Anna, az Ég Zsoltára. Perelj, uram, perlőimmel, felej, uram, felhőiddel. Mondd, hogy rend van a világban, felejtsem, amiket láttam. Nehéz lenni, tudod, uram? Tévünk szemünk úgy tele van fájdalommal, szenvedéssel, amit nem érünk fel ésszel. Kaptunk természetesen gyermekmondókát, kis óvodás verseket, vagy éppen már a tavaszhoz kapcsolódó költeményeket, a felnőttektől pedig szerelmes verset, vagy egy mélyre hatóbb, mélyre szántóbb gondolatokat is kaptunk, úgyhogy nagyon szép és elgondolkodtató videók érkeztek, és meghatók. A program sikerességét az is mutatja, hogy a szervezők nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak, személyesen és az interneten keresztül is. A járványhelyzet miatt a tavalyihoz hasonló módon érettségizhetnek a középiskolás diákok. Vagyis főszabályként írásbeli vizsgákat tartanak, de kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeknél csak szóbeli vizsga létezik. Az érettségi első hetében, amikor a főtárgyakból vizsgáznak a diákok, a vizsgák 8 helyett 9 órakor kezdődnek, hogy elkerülhessék a reggeli forgalmat, így is garantálva biztonságukat. A kormány által indított templomfelújítási program jelentős mértékben érinti térségünket is. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének tájékoztatása szerint 303 millió forintból 22 templom fog megújulni rövid időn belül környezetünkben. Magyarország legnagyobb templomfelújítási programja indul el. A magyar kormány csaknem 26 milliárd forintot különített el annak érdekében, hogy megóvjuk, újjáépítsük egyházi épített örökségeinket. Választókerületünknek 22 temploma újulhat meg, csaknem 303 millió forint értékben. Ez nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy templomaink valóban olyan értéket képviselnek, amelyeket meg kell lövnünk az utókor számára. Ezzel a programmal is tudjuk bizonyítani azt, hogy amíg Európában templomokat és kereszteket rombolnak le és szüntetnek meg, addig Magyarországon kereszteket újítanak meg, templomokat újítanak fel, templomokat és kereszteket építenek. Őrizzük hagyományainkat, őrizzük keresztény kultúránkat. Ez év novemberéig készül el a műanyagborítású sítampálya Keszthelyen, amely ősztől tavaszig időjárástól függetlenül használható majd.
Az Aktív Magyarországért program olyan sípályák építéséhez nyújt segítséget, amelyeken a lakóhelyünkhöz közel szakképzett oktatók közreműködésével tanulhatnak meg síelni, vagy snowboardozni a gyerekek és felnőttek. A Híradó után televíziónk magazinműsora következik. Nézzük, milyen témákkal várja önöket a műsorvezető, Tóth Mónika. Köszöntöm nézőinket! Mai magazinunkban elsőként az iránt kíváncsiskodtunk, mennyire élvezzük az újranyitás első lépcsőfokait, erről mondják el véleményüket a járókelők. Tudták, hogy a Balatonfelvidék kincses falvainak közigazgatási és oktatási központja Monostorapáti? Ma az is kiderül, hogyan tud fejlődni ez a kis község. Kirándulhatnak velünk, hiszen megmutatjuk a nyirádi horgásztavat, és aztán elgondolkodhatunk közösen, miért nem érdemes összeveszni a szomszédokkal falun. Ezt ma már a magát Talián Dörögdinek valló Szőke András fejtegeti, de megnézhetik azt is, hol tartanak az ősök házának felújításával. Tehát ne kapcsoljanak el a Híradó után, várom önöket a Zóna magazinnal. Végezetül egy rendőrségi hír. Tapolcai ámokfutó letartóztatását kezdeményezték a rendőrök. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság hivatalos közleménye szerint az 52 éves férfi fél órán belül 5 autót tört össze, korábban pedig egy villanyórát döntött ki. A sofőr ellen járművezetés közúti veszélyeztetés büntett, valamint cserbenhagyás és járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt folyik eljárás a tapolcai rendőrkapitányságon. Híradónk végén időjárás jelentésünk következik. Összeállításunk a vmeteo.hu támogatásával jött létre. Ezúton is felhívjuk nézőink figyelmét, hogy várjuk időjárással kapcsolatos fotóikat az info@zonatv.hu e-mail címünkre. A legjobban sikerült képeket megmutatjuk minden adásunkban. Köszöntöm a Zóna TV nézőit, csak lassan tér vissza az évszaknak megfelelő időjárás, de jól láthatók a javulás jelei, nézzük mindezt részletesen. Csütörtökön még többnyire borult marad az ég, csapadék nélkül, élénk északnyugati szél fúj, amit erős széllökések is kísérhetnek, a hőmérséklet minimuma 1, maximuma 8 fok körül ígérkezik. Péntek sem tartogat nagy változást, borult ég, élénk szél és 2-7 fok vár ránk. Szombaton kissé felszakarozik a felhőzet, de továbbra is többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk, eső nélkül. Élénk szélben 4 és 10 fok között váltakozik a hőmérséklet. Vasárnap egy sekély ciklon vastagodó felhőzete okozhat ismétlődő esőt. Mérséget északi szél fúj, reggel 5, délután 10 fokig érkezik. A jövő hét első felében továbbra is számíthatunk záporesőkre. Ezzel együtt fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, és elérjük az ilyenkor szokásos hőmérsékleti értékeket. Köszönöm a figyelmet! Nézzük legfontosabb híreinket ismét, röviden. COVID-19. Tetőzik a harmadik hullám. Online műhelymunkák. Szakmai képzésre invitálják az Éltető Egyesület tagságát. Tavaszi takarítás. Szemétszedési akció Pulám. Fiatalok a vidékért. Kérdőíves felmérés a köszi kezdeményezésére. Kedves nézőink, folyamatos fejlesztés alatt áll weboldalunk, a zonatv.hu, már érdemes rákattintani, hogy legfrissebb híreinkről értesüljenek. Kövessenek minket a Facebookon is, kérjük, jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Ha látnak vagy tapasztalnak valamilyen érdekességet, küldjék el címünkre. Jövő héten is várjuk Önöket friss hírekkel, viszontlátásra!